Megújult az ötvös iskola. A fejlesztés nagy energia hoz. Egyre népszerűbb. Nő a katonai pálya iránt érdeklődők száma. Beruházás. A keresztüli VMK két tánctermét korszerűsítették. Ez az Allergerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, H. vagyok. 2022. szeptember második a péntek van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Befejeződött az Ötvös József általános iskola felújítása. A közel fél milliárd forintos fejlesztés nagy energia megtakarítást eredményez. Kicserélték az intézmény valamennyi nyilázáróját, szigetelték a homlokzatot, a lábazatot és a tetőt. Utóbbira napelemek is kerültek. 2014-ben hirdette meg programját az Alegerszeg önkormányzata, melyben vállalta, hogy tíz év alatt a város valamennyi nevelési és oktatási intézményét felújítja. A munka jól halad, jelentette be Balai Zoltán polgármester az Dózsa iskola, a Petőfi iskola, a Liszt iskola, a Landorhegyi Általános iskola már megújult, most elérkeztünk el az Ötvöshöz, az Izsák egy új szárnyal bővült, a szakképzés is elérte ez a felújítási hullám, és azt hiszem, hogy büszkék lehetünk arra a projektre, amit eddig elértünk és megvalósítottunk. Az Ötvös iskola fejlesztésére állami forrásból önkormányzati kiegészítéssel nyílt lehetőség. Kívülről úgy megújítottuk, hogy teljes mértékben a mai legjobb, legújabb megfelelő energetikailag megújult az intézmény. Lábadatot szigeteltünk, falakat szigeteltünk, ablakot cseréltünk, úgyhogy a mindegyiket a funkciánk megfelelően gyakorlatilag egy nagyon jó energetikai mutatókkal az intézmény lett most ölle. Ez az 500 milliós beruházás azt teti le lehetővé, hogy több tíz százalékkal kevesebb gáz kell majd felhasználni a következő időszakban. Szeretnénk folytatni ezeket a beruházásokat igen, minden óvodát, iskolát szeretnénk felújítani. Az energiahatékonyságot célzó beruházások különösen nagy jelentőségűek a jelenlegi válság idején, hangsúlyozta avatóbeszédében Szölcs Gellért. A belügyminisztérium helyettes államtitkára kiemelte. A munka nem most indult. Az elmúlt években ugyanis 900 helyszínen több mint 350 milliárd forint értékben újultak meg oktatási intézmények az országban. Ezek jelentős része már energiahatékonysági elemet is tartalmaz. Az a legerszegi Ötvös József Általános Iskola fejlesztése energiahatékonyságra törekvő felújítása is egy olyan bizonyíték, ami mutatja, hogy jó irányba lépett a kormány, és jó irányba indultak el a fejlesztések. Orosz Ferencné a körzet önkormányzati képviselője bejelentette, a felújítást parkolóépítés követi, az iskola környékén biztosítanak újabb megállási lehetőségeket a szülőknek. Folyamatosan emelkedik a katonai pálya iránt érdeklődők száma. Ez elsősorban a szerződéses szolgálatra jelentkezők körében tapasztalható. Emellett a fiatalokkal is rendszeres a kapcsolattartás. A 20. kiegészítő és toborzó iroda évek óta keresi fel a diákokat, és mutatja be a Magyar Honvédség nyújtotta lehetőségeket. Jó és magas színvonalú az együttműködés az alamegyei oktatási intézményekkel, mondta Ferge László. Az őrnagy szerint az érdeklődés töretlen, amit minél pontosabb és hasznosabb információkkal igyekeznek kiegészíteni. Szeretnénk, hogyha látnák azokat a lehetőségeket, amik ebben a fejlődő magyar honvédségben vannak, hiszen nagyon fontos, hogy megmutassuk nekik, bemutassuk azt, hogy a magyar honvédség folyamatosan szinte hétről hétre fejlődik, fejlődik a haditechnika, fejlődnek az egyéni felszerelések, és nagyon szeretnénk, hogyha a fiatalok már egy friss szemlélettel, az ő látásmódjukkal jönnének hozzánk, és kezelnék ezt a haditechnikát, ezeket a világszínvonalon is modern eszközöket. A toborzó előadások mellett interaktív programokkal is készülnek. Ilyen például az immár 16 éve népszerű göcsei harci túra, ahol négy fős csapatokban mérettetik meg magukat a fiatalok. Itt az akadálypályák mellett lövészettel és kézigránáttal kapcsolatos tematikus feladatokat kell megoldaniuk. A kadét programon túl a szerződéses katonai szolgálat keresettsége szintén növekvő tendenciát mutat. A magyar honvédséghez bárki jelentkezhet, aki szeretne szolgálatot vállalni. Ha valaki úgy dönt, hogy a, a már megszerzett képességeivel, szakmájával szeretne katonai szolgáltat vállalni, akkor erre is van lehetőség. Illetve van arra lehetőség, hogy valaki teljesen változtasson, és azt mondja, hogy eddig életemben ezt csináltam, ezt tanultam, de most valami egész mást szeretnék csinálni, hiszen azért lehet hallani, azt, hogy az a, a fejlődés, az az irány, amerre a magyar honvédség tart, az vonzó lehet azoknak is, akik pályát szeretnének módosítani. Őket több beosztásban és helyőrségben tudják alkalmazni. Fontos, hogy mindez önkéntes alapon történik. A jelentkezőket alkalmassági vizsgát követően választásuknak megfelelően osztják be az adott feladatokra. Befejeződött a Zalai Tánc Együttes és a Gála Társas Táncklub termeinek felújítása a Keresztúli Művelődési Központban. A helyiségek rendbetételére az önkormányzat 20 millió forintot biztosított. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be. A Gála Társas Táncklub Egyesület jövőre ünnepi alapításának negyedszázados jubileumát. Ebből 24 évet a Intézményben töltöttek. Hetente 140-en használják a 220 négyzetméteres próbatermet. A most átadott speciális padlóburkolat egészségmegőrzési célokat is szolgál. A többség azért 4, 5, 6, 7 évesen elkezd nálunk dolgozni, és 10, 12, 14 évet eltöltenek nálunk. Ennyi év azért az izületeket is igénybe veszi. Ezért nem mindegy, hogy milyen talajon dolgoznak, és ezért nem mindegy, a mi szakmai felkészültségünk sem. A 65 éves Zalai Tánc Együttes jubileumi rára készül. A 90 négyzetméteres próbatermükben a hajópadlót cserélték ki. Körülbelül 100-120 táncos fordul meg itt hetente, egészen a 10 évestől a 70 plusz éves korosztályig, tehát több szenior csoportunk van, utánpótlás csoportjaink működnek, és természetesen az alajtánc együttes nagy együttese is itt próbál. Mindkét együttes szép sikereket ért el az elmúlt évtizedekben. A bemutatókon és a versenyeken kívül az utánpótlás nevelésre is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elmúlt évtizedekben hozzájárultak ahhoz, hogy nagyon sok zalaegerszegi ember, polgár és nagyon sok fiatal megismerte, megkedvelte, megszerette a társas táncot, vagy éppen a néptáncot. Éppen ezért aztán úgy gondoltuk, hogy ideje már az ő otthonaiknak, termeliknek a felújítása, eljött ennek az ideje. Az alai megyeszékhelyen szinte minden családnak van kötődése a két művészeti csoporthoz. Generációk nőttek fel, akik ezekben a közösségekben tanulták meg az első tánclépéseket. A gyerekkoromból emlékszem arra, hogy már akkor nagyon sok iskolatársam, diáktársam járt a VMK-ba, és vagy az Alai Tánc együttes, vagy, vagy épp egy másik művészeti együttes tagjaként már egész kiskorában táncolt, és ezt nagy örömmel tette. A tánctermek padlózatának felújítása 16,5 millió forintba került. További 3 millió forintot a gála termének festésére fordítottak. Akcióval várják a vásárlókat az a legerszegi Shopban. A hétvégéig kínálják kedvezményes áron a különleges boltban a termékeket. A bevételből autista gyerekeken és családjaikon segítenek. Bögréktől a kalapokig számtalan érdekesség közül válogathatnak az érdeklődők. Az alapítók úgy fogalmaztak, itt bármit meg lehet kapni, amire egy háztartásban szükség lehet. A kínálatot adományokból állítják össze. Adott helyeken utána nézünk, hogy azok az áruk milyen áron mozognak, tehát hogy azért ne, ne legyünk túlságosan olcsók sem, de az a cél, hogy, hogy mindenki megtalálja itt a neki megfelelő dolgot. Tehát egyik részről az adományozás az, ami segítség nekünk, és másik részről pedig, amikor mi ezeket értékesítjük, annak ugye a bevétele az a pont más alapítványhoz kerül, és és onnan tudjuk a családokat támogatni. Az elképzelés régóta eredményes Nagykanizsán szombathelyen és Zalaegerszegen is. A bolt korábban a belvárosban széles vásárlói körrel működött, ám innen el kellett költözniük. A város megkeresett bennünket, hogy ott egy nagyobb beruházás készül, és hogy felajánlának egy új helyiséget, így kerültünk a Kispest-Landor hegyen, a kispest út 11 szám alá, átalakítottuk a szüzletet, másképp néz ki, mint a takarék közben, ahogy kinézett, hiszen ez az épület helyiségének elrendezéséből is adódik. Sokkal praktikusabb, igaz, gyorsabban kell cserélni a, az árut, amit a munkatársak meg is tesznek. A profit jótékony célt szolgál. A kedvezményezett alapítvány a hozzájárulásoknak köszönhetően önállóban és stabilabban működik. Nem vagyunk annyira kiszolgáltatottak, nem függünk annyira másoktól, mástól, és így mi is magunk is, nekünk is egy jó érzés, hogy, hogy, hogy kvázi egy adománybolt, ami, ami, egy abszolút jó maga, önmagába is egy teljesen jó kezdeményezés, egy, 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 egy jótékony dolog, azt még összetudjuk fűzni, összetudjuk vonni egy, egy jótékony célra, Úgyhogy nekünk ez abszolút -e, nagyon tetszett az ötlet. A cseréti rendszerint különleges akciókat szerveznek. Ilyenkor a kedvezményes árakat még tovább csökkentik. A mostani 50%-os leértékelésük a hétvégéig tart. Helyi termék vásári forgatag elnevezéssel új programsorozat indul a Göcsei Tudás Központban. Elsőként a Szalma Becsülete régen is ma kísérő rendezvényel karöltve mutatnak be népi mesterségeket. Az Alegerszegi helyi termékpiacnak otthont adó épületben a megnyitás óta folyamatosak a programok. A jövőben is sok rendezvényel készülnek az itt dolgozók. Sikeres volt az elmúlt öt hónap a Göcsei Tudás Központ életében. Kezdte beszámolóját Tolvaj Márta. Az önkormányzati főtanácsadó úgy látja. Nyáron az ide látogató turisták körében népszerű volt az új épület. A város lakossága szintén szívesen fogadja a nyitott kézműves műhelyeket, valamint a népi játszóházzal is kiegészülő helyi termékpiacot és annak szolgáltatásait számtalan nagy rendezvényünk volt, ezek közül a gyermeknapot emelném ki a Göcsei Dombérozó nyári program sorozatának nyitó rendezvényét, és a hagyományteremtő szándékkal megrendezett kézművesek világnapi rendezvényünket. Ezen kívül öt nyári tábort szerveztünk, szakköreink vannak heti két alkalommal, kézműves foglalkozásokon ismerkedhetnek meg az ide látogatók a régi mesterségekkel, ezen kívül számtalan kiállítások, az előadóteremben folyamatosak a tematikus programok, emellett mindig készülnek valamilyen újdonsággal. Jövő pénteken, azaz szeptember 9-én délután kezdődik az a rendezvény sorozat, melyen a hagyományos paraszti kultúra rejtelmeit tárják a közönség elé. Készülünk uh, hagyományos bemutatókkal, Mármarosi Mária népiparművész, különböző szalmatárgyakat fog készíteni, Mező Máté pedig vályokfal építést fogja bemutatni az elejétől a végéig kedves kilátogatóknak. Emellett ugye jönnek 30-40 között termelők, uh, Kézművesek, a kézművesek bemutatják a termékeik készítését, a kistermelők pedig kóstolót fognak a kedves látogatóknak kínálni. A téren vásári kikiáltó ajánlja az árusok portékáit. A tematikába illeszkedve szalmabábú készítő versenyre is invitálják az érdeklődőket. Erre legkésőbb jövő szerdáig a Göcsei Kézműves Egyesület weboldalán lehet jelentkezni. A tematikus vásári forgatakhoz a Göcsei Múzeum is csatlakozott. Nagyszüleink szalmaedényei címmel Kisnórat néprajzos muzeológus tart előadást. A városi önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy burkolatfelújítási munkák miatt a Püspöki Grácián utca Dózsa és Gárdonyi utca közötti szakaszát lezárják a forgalom elől. Az útszakaszra csak a lakók hajthatnak be. A munkálatok előreláthatóan két hónapot vesznek igénybe a szeptember 5 -e és október 31-e közötti időszakban. Az önkormányzat a közlekedők megértését és türelmét kéri. Pápán a Serdülő U16-os és Újonc U14-es korosztályoknak rendeztek regionális atlétikai versenyt. Az alaszámzat sportolói sikerrel szerepeltek, 6 arany, két ezüst és hat bronzéremmel tértek haza. Mindez biztató a közelgő országos Serdülő bajnokság előtt. Az alaszámzat tagjai közül ugyanis többen olyan eredménnyel rendelkeznek, ami a megmérettetés előtt már éremesét jelez. Az Alsóerdei Sport és Élményparkban szeptember 3-án és 4-én, azaz szombaton és vasárnap, 14 és 19 óra között sportnapot rendeznek. A sportágak képviselőit a pénztár mellett igényelhető játéklappal lehet meglátogatni, majd elvégezni az általuk adott feladatot. A legügyesebb résztvevőket kalandparki belépőkkel díjazzák. A kosárpályán szeptember 3-án szombaton 16 és 18 óra között dobóverseny is lesz. A legjobbak élményparkos nyereményekkel távozhatnak, fődi az ETKK játékosainak aláírásával ellátott kosárlabda. A program ingyenes. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Megújult az ötvös iskola. A fejlesztés nagy energiamegtakarítást hoz. Egyre népszerűbb, nő a katonai pálya iránt érdeklődők száma. Beruházás. A keresztúli VMK két tánctermét korszerűsítették. Ez volt az Alegerszegi Televízió híradója 2022. szeptember 2-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradunkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!